Sziasztok! Itt vagyunk a Bosnyák téren, ahol a Zugló Városközpont beruházás készül. Itt 7 irodaház és egy lakóház fog épülni, amiket egyébként mindössze 2 éve kezdtek építeni, de elképesztő tempóban haladnak, majdnem 20 daruval. Az irodaházakban több kormányzati szerv is fog költözni, például itt lesz a NAV, az egy lakóház pedig már azt hiszem talán már be is költözhető, az innen nem látszik, de majd megnézzük azt is. Ott 168 lakás lesz egyébként. Itt a Csömöri úton ezen a héten kezdték a felújításokat, mert a beruházáshoz kapcsolódóan felújítják a Csömöri utat, a Rákospatak utca, egy részét a Bosnyák utcát. Úgyhogy ezt mind megnézzük, a Bosnyák utca már egész jól áll. Csak az a túloldalon van, de majd oda is át fogunk menni. Itt a Csömöri úton egyébként 4 fasor is lesz. Hamarosan itt a villamossínek helyén lesz majd a buszsáv. Mindkét oldalról zöld sávval elválasztva. Itt teljesen meg fog újulni az egész út. Be is vágok ide egy látványtervet, hogy lássátok nagyjából milyen lesz. És akkor menjünk tovább a Rákospatak utcához. Ja, és természetesen mindenféle vezetéket, meg közművet is kicserélnek a felújítás során. Itt vagyunk a Rákospatak utcánál. És majd ez is fel lesz újítva, itt is lesz majd még új fasor, vagy legalábbis pótolják a hiányzó fákat. Na hát itt volt egy út, amit már teljesen felszedtek. Nyilván ez is meg fog újulni. És mint látjátok, nagyon jól haladnak az építkezésekkel, hiszen 2 éve kezdték az egész projektet. És már mind a 8 épület áll, sőt szinte kész is vannak. És megérkeztünk a csodálatos Bosnyák utcára. Mint látjátok, autópályának is elmenne. Elképesztő széles. Itt tartják pénteken és szombaton a nagy piacot, ami nem fog megszűnni, de meg fog újulni, és sokkal kulturáltabb környezetben lesz, mint eddig. Az utcán, ha tovább megyünk, ott majd látni fogjátok, hogy már megy a felújítás. És itt is lesz majd fasor, meg zöldsáv. Egyébként az irodaházak aljában a Bosnyák térhez közelebb eső részen lesznek majd üzletek, élelmiszer üzlet is lesz, hát egy kisebb pláza lesz majd. Az épületek közt, mert úgy vannak az épületek, hogy 4 van a bal oldalon és 4 van a jobb oldalon, tehát középen lesz egy hosszú sétány, zöldsávval, szökőkúttal, úgyhogy az majd elvileg jól fog kinézni. 2 év múlva valószínűleg teljesen kész az egész. És most már közeledünk a piachoz. De vasárnap van, úgyhogy most nem lesz piac. Na és itt a bal oldalon is épült egyébként egy új ház, ami nem tartozik ez a projekthez. És íme a Bosnyák utca. Már részben megújított területe, új aszfalt, új térköves rész középen, itt lesznek majd az árusok. És itt pedig az egyetlen lakóház, 168 lakással. És ott már beültették a fákat és bokrokat. Még itt is lesz majd egy fasor. Már a földet lehet látni. Ott járdát is csináltak. És várhatóan október végére itt ez a Bosnyák utca elkészül. Majd pár hónappal később a tulajdon a Csömöri út, és utána jön majd a Rákospatak utca is. Na azért az épület ott hátul még messze van a kéztől. De itt ez már nagyon jó.
A lakóház pedig már elvileg teljesen kész van. És akkor itt vagyunk a piacnál. Itt a lakóház első emeletén van egy park is. Egy játszótér is van ott egyébként, csak innen nem látni. Akkor ez lesz majd a tér itt a lakóház előtt. Előtte pedig a piac. A tulajdonom pedig az első irodaház, ahol lesznek majd az üzletek. Na, most nagyjából ennyi. Remélem tetszett a videó. Köszönöm, hogyha megnéztétek. Sziasztok!